Izrael visszavág Iraknak a péntek reggeli rakétacsapásért, jelentette ki az izraeli védelmi miniszter. Moshe Arens utalt rá, hogy az izraeli kormány egyértelműen figyelmeztette Irakot, hogy nem marad el Tel Aviv válasza, ha a Bagdad támadást indít ellene. Mint korábbi kiadásainkban is beszámoltunk már róla, Izraelben péntek este ismét légiriadó volt. Az izraeli hadsereg szóvivője később közölte, hogy a riasztás tévedésen alapult. Ehhez egy megjegyzés, nemrégiben ismét volt egy érdekes kép Tel Avivból. Polgár Viktor figyeli a CNN adásait, és ő mondta, hogy egy lehulló kémrakétát, kémholdat, ugye jól mondom? A CNN tudósítója szerint egy szovjet gyártmányú műhold, amelyik belépett a föld atmoszférájába és elégett, és ez némi riadalmat keltett Tel Aviv lakosságában. Ezt kísérte végig a kamera, ezt látni is lehetett, majd később, ha esetleg elő tudjuk keríteni, meg fogjuk mutatni. Sokat nem lehet látni, egy pici égő pontot a sötét képernyőn. Egyébként a bagdadi rádió pénteken este közzétette az Irakban kormányzó Baath párt felhívását, amelyben arra szólították fel a világ muzulmánjait, hogy világszerte torolják meg az amerikaiak vezette szövetségesek Irak elleni katonai akcióját. A szövetséges haderők reggel óta egyre megújuló erős légi támadásokat intéznek az iraki katonai és hírközlési bázisok ellen. Bush elnök biztosította az izraeli vezetést, hogy az amerikai hadsereg a szövetségesekkel együtt megtorolja az iraki agressziót. Pénteken egyébként olyan amerikai vadászrepülő.